Ebben az évben már átadták a 680 millió forintos atlétikai centrumot, és megújult a posta épülete is Kisvárdán. A szabolcsi település nagy léptekben fejlődött az elmúlt időszakban. A részletekről mai vendégünket Leleszi Tibor polgármestert kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a tévé nézőit. Igen, többte. Kezdjük az alapokkal, vagyis a gazdaságfejlesztéssel. Milyen olyan beruházások történnek jelenleg Kisvárdán, amik a gazdaság fejlesztésére irányulnak? Azt hiszem, hogy minden beruházás, ami Kisvárdán elindult, az komplex, tehát egyben gazdasági fejlesztés is per munkahelyet teremt. Most, ami talán a gazdasági fejlesztésből kiemelhetek, a francia cég által átadandó Éticiga feldolgozót és Mirelit tésztagyárat, ami augusztus közepén már próbaüzemmel indul, és 150 embernek ad munkahelyet. Továbbá a Marcelú tovább bővíti kapacitását, ott is várhatóan több száz emberre lesz szükség ahhoz, hogy munkába álljon. Fogadókészek és Várda egyéb külső, kívülről betelepülni szándékozó cégek számára? Természetesen Kisvárda nyitott. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több munkahely létesüljön. Kisvárdának nagyon nagy a vonzás körzete, szükebb értelemben is 60 ezer, tágabb értelemben egy 100 ezer főt tesz ki. Én azt hiszem, hogy van meríteni való munkaerő. Illetve a másik, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a fiatalság maradjon Kisvárdán, tehát a tehetséges fiatalok, emiatt is van egyetemi képzés Kisvárdán, olyan irányban, hogy ezeket a cégeket kiszolgálják, tehát munkaerővel lássák el. Mik azok az iparágak, amik honosak Kisvárdán, és amelyek lehetőségeket tudnak kapni? Hát a következő lehet is, látjuk, élelmiszeripari feldolgozásokat látjuk SRS célnak. Ugye létrejött egy kóser termesztés brokolitból és karfiolból, azt föl kell dolgozni, szállítani kell külföldre. A említett beruházások szintén ezt a területet igénylik, szükség van agrármérnökökre a területen, és ami nagyon fontos, ami felvezetőben volt, hogy beruházásokkal kapcsolatban a turisztika a másik olyan ág, ahol szakemberek kellnek, és helyben Kisvárdán. És ebben óriási beruházások és fejlesztések történnek a városban. Így van. Azt kell mondjam, egy komplex terület, minden területen a turisztikai rész, turisztikai attrakciók, itt gondolok elsősorban a fürdő komplexumra, mint gyógyvíz, illetve olyan lehetőséget megteremtve, ami minden korosztály számára alkalmas. Éppen ma nyit meg a Csúszda Park és a úszómedence, mától indul a strandnak egy részleges nyitása, azt követően nyilvánvalóan a sportkomplexumoknak a átadása, hamarosan bízom benne, hogy a Ferencváros elleni labdarúgó mérkőzés már az új stadionban fogjuk játszani. Mellette pedig egy nagyon komoly filmpark díszletváros épül, ami rohom léptekkel, ami szintén egy családok számára ad majd egy nagy lehetőséget, akár azzal, hogy bemutatókkal, kaszkadőrképzésekkel, tehát felsorolni is nehéz, olyan sok területen próbálunk innovatív módon előrelépni, hogy vonzzuk oda a családokat, fiatalokat. Megépült a szállodánk, tehát ez is azt jelenti, hogy most már el tudunk helyezni embereket, több napon keresztül tudjuk őket Kisvárdán tartani, és az is cél, hogy ne csak Kisvárda legyen itt a középpontban a térség is, tehát kapcsolódjunk a Rétközi tóhoz, a Tiszához, és azt hiszem, hogy ez is együtt felépülve, így egy család, ha eljön Kisvárdára több napot, vagy akár heteket tud eltölteni Kisvárdán, és minden napra talál új szórakozási lehetőséget. Milyen összegekről beszélhetünk itt a fejlesztések területén? Hát nagyon változóak nyilvánvalóan ezek, az beruházások, ha területekre bontjuk, ezek mind milliárdos beruházások, tehát meghaladja az 1 milliárdot külön-külön véve, akár többet is. Jellemzően milyen forrásokból történnek ezek a beruházások, és mennyi saját erőre van szükség Kisvárda részére? Ez változó a saját erő kérdése, függ a beruházásoktól. Nagy része kormányzati beruházásokra épül. Nyilvánvalóan vannak emellett toppos pályázatok, fejlesztések, uniós forrásoknak a lehívása, tehát több területen mozgunk és több területen pályázunk. Mik azok a területek, amikre Kisvárda hajlandó többet is szánni saját erőként? Azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan igyekszünk részt venni akár a sportban. Nagyon fontosnak, már említettem, hogy akár a fiatalosok megtartása mellett fontos, hogy lakásokat tudjunk építeni számukra.
Most van egy olyan projektünk, ahol 11 lakást próbálunk a belvárosban felújítani, létrehozni, és emellett én nagyon fontosnak tartom még a kulturális rendezvényeket. Tehát egy olyan város legyen, Kisvárda, ahol az emberek büszkén élnek Kisvárdán, szép legyen a város, jól érezzék magukat, és találják meg mindazt a lehetőséget, ami őket ebben segíti, és egy olyan identitás alakuljon ki, hogy egy büszkén mondhassák, hogy Kisvárdán élnek is egy olyan millióban, ami egy kicsit polgári millió. Nagyon sok kritika éri ezeket a beruházásokat abban a tekintetben, hogy vajon mennyire lesznek fenntarthatóak, mennyiből fogják tudni ezt működtetni, mennyire lesznek rentábilisak. Én azt hiszem, hogy igyekeztünk úgy kialakítani közösen a beruházásokat, hogy minden területen legyen olyan lehetőség, lesz olyan nyilván, mint csak nyára koncentrálódik a strandon. De a szálloda miatt wellness lehetőségekkel, ez már több hónap, akár egész évben, a Cinemakva, a filmpark, az pedig azt kell, hogy mondjam, hogy talán 8 napon keresztül szintén lehetőséget teremt. Nem beszéltem a várnak a teljes felújításáról, ami mind szintén kulturális lehetőséget biztosít, tehát színházi előadásoknak a megtartása, azon kívül pedig olyan bemutatók, installációk, ami egész évben vonza a nagy közönséget. Milyen marketing tevékenységet végez a város annak érdekében, hogy ezek a turisztikai attrakciók megteljenek? Hát igyekszünk minél többet róla beszélni, promotálni a dolgokat minden területen ez felhasználva ma már mindaz a terület, amit sajtó, akár itt a mai este, hogy itt lehetek, nyilvánvalóan sokat segítenek a internetes, Facebook, egyéb dolgok. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy napra kész a kapcsolat a város polgáraival, és a polgárokon kívül nyilván több területről is. Elég komoly munkaerőigénye is van ezeknek a beruházásoknak. Mostanában sokat beszélünk a munkaerő hiány problémájáról. Hogyan tudják ezt megoldani? Én bízom benne abban, hogy mint Kisvára iskola város, tehát 4000 középiskolás diákunk van. Ebből nyilván, akik egyetem irányába indulnak el, őket valamilyen módon visszacsábítani, tehát egy olyan beosztásba kerüljenek, ahol lehetőséget teremtünk erre, illetve azokat a diákokat, akiknek nincsen céljuk, az pedig nálunk olyan szakmákra oktatni, célirányosan, duális képzésben, hogy már ott megtapasztalja azon a munkahelyen, hogy mit kell végezni, és akkor utána szívesen marad azon a területen, illetve a vonzás közvetbe adódóan azt hiszem van lehetőségünk a feltölteni a létesítményeket. Mennyire ideális hely Kisvárda a családalapítás számára? Én hiszem, hogy az, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan eseményt kínáltunk fel a városban már, én többször elmondtam már beszédeimben, élhető város, hogy mindenki jól érzi magát, legyen szép, virágos, legyenek olyan kulturális események, amely vonzák az embereket. Például a hétvégén egy Anna Bál volt, és öröm volt látni, hogy a felvonuláson két oldalt emberek sorra állt, és kíváncsi volt rá, pedig harmadszor rendeztük meg. Milyen az intézményes háttér, bölcsőde, óvoda, iskolák? Én azt hiszem, hogy hála Istennek ez teljes egészében megvan, illetve kialakulóban van. Nagyon jól együtt tudunk működni a városban lévő történelmi egyházakkal, a város intézményével együtt, tehát ezek a lehetőségek adottak, a lehetőségek, és pont azért szeretnénk olyan intézmény, infrastruktúrális háttért, hogy a fiatal szívesen maradjon. Tehát találja meg ő is minden területen azt a lehetőséget, ami számára vonzóvá teszi Kisvárdát. Ugyanezt kapják meg nyilvánvalóan más korosztály, idősebb korosztály is, legyen szép, ahogy mondottam már, a városunk érezzi jól magát Kisvárdán, legyenek olyan közösségek, amelyek sokat segítenek a városban, mint akár a nyugdíjasok, együtt vannak a város minden rendezvényein, színházi fesztiválain, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez mind közösségteremtő rendezvények. Polgármester úr, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este itt a Kölcsei Televízióban. Köszönöm szépen.